A Végkúriában tartott Európa napon a kampányfőnök ismertette azt a három vezérelvet, melyet képviselve a DK, az MSZP és a Jobbik összefogás jelöltjei Kiskunhalason a szavazók bizalmát kérik, hogy megszerezhessék a többséget. Nagy Szabolcs beszélt a fejlesztési irányokról is. Végig kell gondolni például az útviszonyokat. Nagyon rossz minőségűek az utak Kiskunhalason. Gondoljunk bele abba, hogy egy nagyobb esőzés, egy nagyobb vihar után az utcák úsznak, nem megfelelő a vízelvezetés. Különböző tározók épültek az elmúlt évek során, de nem megfelelően működnek, nem jók a szivattyúik. Ezek mind olyan dolgok, amik a mindennapi embereket és a kiskunhalasiaknak az életén tudna javítani. Ezeket kell átgondolni, és itt kell lépésről lépésre fejleszteni és tovább lépni. Azt lehet tudni, hogy polgármester jelölt miért nincs? Mi ennek az oka? Mi úgy gondoljuk, hogy a testületi többség, ha megvan, akkor az megfelelő képviseletet tud nyújtani a kiskunhalasiaknak. Illetve azt is látni kell, hogy a polgármesternek, mint egy személynek egyetlen egy szavazata van a testületben. Hogyha többsége van az ellenzéki együttműködésnek, akkor ugyanúgy a polgármesternek is képviselnie kell a mi álláspontunkat. Bemutatkoztak a Kiskunhalason induló önkormányzati képviselőjelöltek. Az egyes választókerületben Martin Szilvia, a kettesben Rétfalvi Józsefné, a hármasban Dudás Imréné, a négyesben Várnai Iván, az ötös számú választókerületben Tóth János, a hatosban Harkai Péter, a hetesben Kolompár Sándor, a nyolcadik választókerületben pedig Magyar Noémi indul. A 9-es választókerületben Volosznicki bíró Anna Mária, a 10-esben pedig Jakab Leila indul a DK-MSZP Jobbik együttműködés színeiben. Az eseményen részt vett Rónai Sándor, a DK Európa Parlamenti képviselője. A politikus szerint összefogással meggyengíthető az Orbáni rendszer. Azért hoztuk létre ezt a hármas szövetséget, a Szociáldemokrata Zöld Szövetséget, az MSZP-DK párbeszéd részvételével, hogy kisebbségbe tudjuk szorítani az európai parlamenti választásokon Orbán Viktort és a Fideszt. Amennyiben ez sikerül, akkor másnaptól, tehát június 9-e után mi előrehozott választásokat fogunk követelni, mert azt gondoljuk, hogy ha európai választásokon kisebbségbe szól Orbán Viktor, akkor minden jogát elveszíti ahhoz, hogy tovább folytassa ezt a kormányzásnak nevezett álmokfutást. Mi 5 évvel ezelőtt is azt mondtuk, hogy egy erősebb, egységesebb Európára van szükség, ami abban nyilvánul meg, hogy Európa sokkal jobban vigyáz az állampolgáraira. Ha úgy tetszik, egy még szociálisabb, még gondoskodóbb Európára van szükség, és Magyarországon is ez lenne a fő irány. Egy sokkal szociálisabb, sokkal érzékenyebb kormányzásra van szükség. A jobboldali politikát fel kell váltsa egy szociáldemokrata politika, ahol az emberek valóban számíthatnak az államra, valóban számíthatnak arra, hogy az állam, a kormány az gondoskodik róluk. A politikus válaszolt a felmerülő kérdésekre, majd Szűcs Imre, a Jobbik Bács-Kiskun vármegyei alelnöke ismertette álláspontját a választással és annak igazi tétjével kapcsolatban. Az Európai Parlamentben, hát ugye hosszú gondolkodás után, de azért rájöttek, hogy pártunk és népünk kormánya nem úgy gazdálkodik az Európai Uniós pénzekkel, ahogy kellene. Ezért is vannak befagyasztva a források. Kitaláltak egy fantasztikusan jó ötletet, hogy nem a kormányra bízzák ezeket a pénzeket, vagy ezeknek a pénzeknek egy jelentős részét, hanem odaadják az önkormányzatoknak. Na most itt jön a nagyon fontos kérdés, mert abban az esetben, hogyha kormánypárti, tehát Fidesz-KDNP-s képviselők vannak többségben egy városi testületben, akkor ugyanúgy Mészáros Lőrinc fog gazdagodni ebből a pénzből, ahogy eddig is, meg az összes többi fideszes oligarcha. Ellenben, hogyha ellenzéki képviselők, akár az összefogás képviselői, DK-s, Jobbikos és az összes többi ellenzéki képviselő kerül többségben, onnantól kezdve a város már kénytelen lesz arra költeni a pénzt, amire az Unió küldi. Ezért rendkívül fontos, hogy a városi szavazópolgárok mindenképpen ellenzéki képviselőkre szavazzanak.